Főtisztelendő paptestvérek, tisztelt polgármester úr, Krisztusban szeretett testvéreim! Mai napon Kumbaján egyszerre ünnepeljük a templom névnapját, védőszentjét, Szent Máté evangélistát, és ünnepeljük a plébánia 200 éves évfordulóját, ami az újkori bejegyzéseket illeti. Mindkét alkalom lehetőség arra, hogy visszatekintsünk, ahogy Szent Máté is tehette élete végén, mert a szent hagyomány szerint vértanúsággal fejezte be az életét valahol Etiópiában, és igen hosszú utat tett meg attól kezdődően, hogy vámos volt, kiszolgálta a rómaiakat, valamiképpen szipolyozta a nemzettársait, a pénzügyek érdekelték, s ott tudta hagyni, Jézus nyomába szegődött, és miután írástudó ember volt, fontosnak tartotta, hogy lerögzítse a jövendő számára Jézus beszédjeit. Ő az, aki a legnagyobb összegyűjtője és rendszerezője, mondhatnánk tematikus módon Jézus több helyütt elmondott beszédjeinek, és miután zsidó származású volt, nagyon fontosnak tartotta, hogy a zsidók számára, mint egy apologetikus, hitvédő írásként leírja evangéliumában, hogy ez nem egy véletlen dolog, mindez azért történt, több helyütt kitér rá, hogy beteljesedjék az írás, mármint az ószövetségi szentírás, amelyet a zsidók szent könyvként tartanak, és mi keresztények is ószövetségi szentírás néven tartunk számon. És ezek után a missziós parancsnak elegettéve ő maga is ment és hirdette az evangéliumot, s vértanúként fejezte be, és hogy visszatekinthetett sok mindent az ő életéből, az isteni gondviselésnek tudott be, azt, hogy őt meghívta az Úr, majd küldte, és egy csodás dolog történt vele, meg tudott változni, meg tudott térni. Mielőtt erre még újra visszatérnék, valami hasonló történt a plébániával is, mert bár 200 éves évfordulója van annak, hogy az anyakönyveket elkezdték újra vezetni, de hát Szent István korától voltak ezen a tájon már templomok, egyházközségek, és történelmi tudásunk szerint a 14.-15. századra ezt a tájat teljesen belakta az akkori magyarság. Csak jött a török hódoltság, ezen a tájon elnéptelenedtek a falvak, városok, pusztasággá lettek, déli népek szivárogtak, jöttek föl szintén, olykor üldöztetve a töröktől, itt voltak hosszabb, rövidebb ideig, majd a török kiűzése után elkezdődött az élet, a betelepült és betelepített németség, svábság új, fölvirágoztatott falvat teremtett itt, sok küzdelem árán, hiszen kolera járványtól kezdve háborúságok pusztították ezt a tájat. És elég csak a
az elmúlt 100 évre gondolni, hogy a Trianon Magyarország, a mai Magyarország déli részét sokkal keményebben sújtotta, hiszen ez a rész évekig szerb megszállás alatt volt, Baja vonalától kezdve 1921-ig, tehát évekig egy más impérium alatt kirlódtak az akkori emberek. Jött egy újabb világ, második világháború, kitelepítések, tehát a titokkorszaknak az ideje is itt csapódott le, majd pedig még a délszláv háborúnak is ez lett a Magyarországon legjobban érintett területe, de még azt is lehet mondani, hogy itt érezte meg a mai magyarországi nép a migrációnak a hatását Dél-Magyarországon. Sok küzdelem, sok keserves kínlódás ellenére megmaradt itt ezen a tájon, mind a falu, mind a templom és az egyházközség, és hát a 200 éves évfordulóra a plébánai épülete föl tudott újulni. Nem is gondolta volna valaki ezelőtt még 20 évvel sem, áldott emlékű Schönberger atya idején, hogy erre még sort lehet itt keríteni. De hát mind ahogy a portugál közmondás mondja, Isten egyenesen ír görbe vonalakon. Annyi mindent nem lehet tudni előre. Most az elkövetkező héten a katolikus társadalmi napok itt szintén Dél-Magyarországon, bár Pécset lesznek megtartva, és abban az egyik ilyen konferencia lesz, hogy a jövő társadalma, amelyben hát jeles szociológusok, közgazdászok, meg ezzel foglalkozó szakemberek osztják meg a gondolataikat. Mindig kétséggel gondol ilyenre az ember, hiszen nem pusztán statisztika a jövő, hogy ma ennyien vagyunk jövőre, ennyien leszünk. Olyan váratlan események történhetnek, hogy még az időjáráshoz is hasonlítható lesz a jövő történelme, ahogy nem tudjuk, hogy milyen lesz az időjárás egy év múlva, nem beszélve a klímaváltozásról, ugyanúgy nem tudjuk, hogy mi lesz a jövő, de egybe biztosak legyünk, lehetünk. Éppen Máté evangélistától véve a gondot, vagy a gondolatot, amikor Jézus az isteni gondviselésről beszél, és azt mondja, hogy nézzétek a mezők virágait, milyen szépek, az ég madarait nem vetnek, nem gyűjtenek csűrökbe, mégis megvannak. Ne aggodalmaskodjatok a jövő miatt, mert azáltal, hogy aggodalmaskodtok, semmit sem tudtok megváltoztatni, hanem tegyetek meg mindent, ami rajtatok áll, a többit bízzátok az Istenre, mennyei atyátok gondoskodik rólatok, egyébként elég a napnak a maga baja. És az isteni gondviselés abban áll, hogy mindig kapunk elegendő erőt ahhoz, hogy helytálljunk. Bármi történhet velünk, ha belé kapaszkodunk Istenbe, akkor hely tudunk állni. Ez az Isten gondviselése. Nem az, hogy nekünk jó sorunk lesz föltétlen, akkor maga az Úr Jézus volna az, mint emberen, aki nem teljesült az isteni gondviselés, hiszen a kereszten fejezte be az életét, de mindig megmaradt az Atya iránti bensőséges kapcsolatban és szeretetben, és erre ad nekünk példát,
De az atya nem hagyta őt magára, bár úgy tűnt a kereszten, hogy még ezt is át kell élnie, mert Isten hatalmas fiává tette, a föltámadással bizonyította azt, hogy Isten ereje fölülmúlja a történelmet, fölülmúlja az emberi gonoszságot, és a halálon is urrá tud lenni. Ha így nézünk a jövőbe, a múltunkat is szemlélve, akkor van azért egy csendes bizakodásunk. Mert ahogy a latin közmondás tartotta, Deus non deserat, sed deseratur, az Isten nem hagy el bennünket, csak esetleg mi hagyjuk el őt. Ne hagyjuk el az Istent, hogy az ő gondviselése velünk legyen. Egyébként mondja az Úr Jézus éppen ebben a nagy beszédében, amikor az Isten országáról talít, hogy ti azonban keressétek elsősorban Isten országát és az ő igazságát, és a többi, mint hozzáadatik nektek. Valaki szellemesen megfordította, hogy ne keressétek Isten országát, a többi is elvétetik tőletek. Ami kellene, hiszen ahol az Isten törvényeit az emberiség nem tartja meg, hosszú távon nem tud megmaradni. Isten nem azért adta, hogy az embernek nehézséget adjon, hanem mint hogy a autóvezető számára ott vannak a kressztáblák, melyek eligazítanak, így igazít el bennünket részben a 10 parancsolat, és így mutatja az utat épp az a jézusi tanítás, amit Szent Máté akár a hegyi beszédben, akár más egyéb beszédjeiben Jézusnak elénk állított. Tehát a múltból kiindulva, ha jövőre gondolunk, akkor azt kell magunkban megerősíteni, hogy Isten gondviselésében bíznunk kell. Nekünk keresni kell az Isten országát. Milyen az Isten országa, kérdezhetnénk? Ez nem terület, meg nem egy ilyen alkotmányos monarchia. Lehetne azt mondani, hogy egy olyan szellemi közösség, lelki közösség az emberek között, ahol megvalósulnak az evangélium értékei. Túlmutat az egyházon is, mert az egyházban nincs benne az egész emberiség. És hát Isten üdvözíteni akarja az emberiséget, az egyházat adta ahhoz, hogy határozott módon utat, irányt mutasson az üdvösség felé. Mert az egyháznak ez az elsődleges feladata. Nyilván a felebaráti szeretet tetteit gyakorolnunk kell. Hát éppen Máté az, aki beszél az utolsó ítéletről, ahol Jézus számon kéri, hogy milyen jó tetteket vittünk végbe. De ez következménye annak, hogy az Isten országát keressük elsődlegesen, és nem fordítva. Nem egy szociális intézmény akar lenni az egyház, azt végül is más is meg tudja tenni, hanem az üdvösséget akarja hirdetni, és az üdvösség hirdetésének eszköze a felebaráti szeretetnek a gyakorlása. Szent Máté evangélista ünnepe közel a Szentírás vasárnapjához, és közel a legnagyobb Biblia fordítónak, Szent Jeromosnak az ünnepéhez, éppen arra sarkal bennünket, hogy a Szentírást vegyük kezünkbe, olvassuk, elmélkedjünk róla,
és próbáljuk azt apró pénzre váltva megvalósítani. Szent Máté még első közlésben hallhatta az Urat, és ő azt szívlelte meg, de a Szentlélektől vezettetve leírta nekünk, hogy legyen mit olvasnunk, legyen mit tanulmányoznunk, és legyen Jézusról hiteles szavunk és képünk. És ezáltal Máté evangélista olyan kincset hagyott ránk, ami fölbecsülhetetlen. Annak idején a nagy antik klasszikus Horácius tudta azt, hogy versei csodálatosak, és hát úgy gondolta, hogy a versei örök életűvé teszik őt. Egyik versében ezt írta, hogy latinul, exégi monumentum ere perennius. Megalkottam ércnél maradandóbb emlékművemet, mármint a verseit. De hát kérdezem én, ki olvasott mostanában Horáciust? Talán van egy-két klasszika filológus, aki ezzel foglalkozik, mert valóban értékes és szép gondolatai vannak. De Máté evangélistát, a Szentírást azért nagyon sokan olvassák. Mert nem csak mi katolikusok, hanem mindenféle keresztények olvassák, tanulmányozzák, és mint egy vonalvezetőnek használják az életük jobbítására, Isten országának építésére és az üdvösség felé vezető úton. Ezért Szent Máté evangélistának köszönetet mondunk, és hát azt is külön kell értékelnünk benne, hogy vértanúvá lett. Ő nem csak hirdette, meg leírta, hanem megélte az evangéliumot. Ma nagyon sokszor elhangzik ilyen irodalomkritikai vélemény egyes nagy költőinknél, hogy hát a magánéletét ne nézzük. Fontosak a versei, hogy ő aztán esetleg egy alkoholista, züllött, nem akarom sorolni azokat az emberi vétkeket, amit úgy elkövetnek. Ettől tekintsünk el, lényeg az, hogy ő neki nagyon jó versei és írásai vannak. Hát kétségtelen, az nagy érték, de hát akkor bort ivott és vizet prédikált. Máté evangélista attól a pillanattól kezdve, hogy megtért, már pedig nehéz megtérés lehetett az övé, mert nem arról volt szó, hogy egy pogány, szántóvető ember onnéttől kezdve Krisztus követővé vált, hanem egy mai szóval mondva egy bankár tért meg. El tudjuk azt képzelni, hogy ma egy bankár azt mondja, kérem, milliárdos vagyok, én ettől a pillanattól fogva nem törődöm a pénzzel, szétosztom, odadom annak, akinek nincs. Hát azt mondaná az ember, hogy ez a világ legnagyobb csodái közé tartozik, hogy ezt egy bankár meg tudja tenni. Még az egyszerű embernek is oly nehéz a pénztől függetlenítenie önmagát. Hát olyannak, aki arra szentelte, vagy arra áldozta az életét, hogy gyarapítsa örökké a vagyonát. És ezt mind szemétnek tekintette, és otthagyta. És ettől kezdve az ő élete hitelessé lett. Jézusnak nagy lakomát adott, jelezve azt, hogy befogadta házába, és onnét követőjévé vált. És az életével, vértanúságával megpecsételte azt, amit mondott.
a szava így lett igazán értékessé. Annak idején Pascal, megkérdezted a természettudós, talán először magától, mi bizonyítja számomra, hogy Krisztus föltámadt? Hát én nem voltam ott, nincs róla dokumentum, csak egykori apostolok vannak. És azt mondja Pascal, én hiszek a tanúknak, akik életüket adták a tanúságukért. Ha egyszer Szent Máté leírta, hogy Krisztus föltámadt, ebben a hitben ment tovább és hirdette az evangéliumot, és vértanú lett, akkor ettől nagyobb bizonyító ereje az evangéliumnak nincs. Ő maga saját életével tette rá pecsétet mindarra, amit Jézusról hirdetett, tanított, megélt, és ezért is az ő evangéliuma örökké nekünk szól. Sok írás van, amit az ember elolvas, félredob, többet még egyszer el nem olvasná, de az ő evangéliuma olyan, amelyen nem fut, nem fog az idő. Mindig időszerű marad számunkra, mert ő a Szentlélektől sugalva írta le Jézus szavait és adta tovább. Így legyen a mai szép ünnepünk, a kumbajai templom Szent Máté evangélista apostol vértanújának búcsúnapjává. Így köszönjük meg az Úristennek a 200 éves múltat, és gondoljunk azokra, akik ebben az időben kitartottak, éltették az egykori egyházközséget, és kérjük az Úrtól, hogy ez ne legyen egy ilyen vakvágány és zsákutca az egyház történetében ez a múlt, hanem továbbra is legyenek itt olyanok kumbaján, akik keresik az Isten országát, életük céljának tartják, és azt, hogy a mindennapokban tanúságot tesznek a föltámadt Krisztusról. Amen. Hiszek az egy Istenben.